Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, innen a Batthyány Kárplék horgásztó partjáról. A mai napon szokásomhoz híven egy gyors nappali pecára érkeztem, viszont erre a napra jó barátom, egy csapattársam Csiszár Roland is elkísért. Reméljük, sok hasznos információval tudunk majd szolgálni számotokra, úgyhogy arra kérlek titeket, tartsatok velem! Az elején, ahogy említettem, mindössze 8-9 óra áll rendelkezésünkre, hogy halat tudjunk felmutatni nektek, ezért a szerelékeimet is ennek függvényébe állítottam össze, hogy minél gyorsabban kapást tudjak kicsikarni a vízből. Kettő botomra runiriget helyeztem fel, egyikre egy 16 mm-es tüzes barack pop-up került, a másikra pedig egy Rodin 16 mm-es pop-up. Annyi cselt vittem az egész dologba, hogy előző nap varázsfűsbe áztattam be a csalikat, és ezáltal egy illatfelhőt, illetve egy színfelhőt volt ki maga körül a vízben. A harmadik botomra pedig mi más kerülhetett volna, mint 22 mm-es kivitelben a Yoda oldódó balansz verziója. Úgyhogy ezekkel vágtam neki a mai napnak, meglátjuk, hogy milyen eredménnyel fognak szolgálni. Ezen a tavon engedélyezett az etetőhajó használata, ezért a végszerelékeimet én is a kiszemelt helyszínre hajó segítségével juttattam be. A tóra érkezve nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy nagy mennyiségű etetést alkalmaznak. Nézzétek nekünk, hogy néz ki az etetés. Mindössze egy kanál, bojli, pellet és repce keveréke alkotja az etetésünket. Tudni kell a tófenékről, hogy aránylag iszaposabb ajzattal rendelkezik. Ettől függetlenül, hogy láthattátok, maximum 15 cm-es horogelőkével van ellátva a szerelékem. Nem kell félni még a nagyobb iszap vastagságtól sem. Semmiféle problémát nem okoz a pontyoknak kitúrni belőle, vagy felszívni erről az ajzattól is a csalit. Peti által bemutatott végszerelékek gyümölcseit láthatjátok. Gyönyörű szép 15 feletti pikkelyesek. Megfelelő csali választás és előkőválasztás meghozta a gyümölcsét. A délután folyamán a kapások száma lényegesen alább hagyott, ezért próbáltunk pici finomításokat eszközölni a szerelékeken. Folyamatosan változtattuk, próbáltuk, hogy mi az a szerelék vagy taktika, ami most egy picit ezen a kapástalan időszakban át tud segíteni minket. Egyik botomra
Egy 0,55-ös merevségű fluorokarbon zsinórból készítettem az előkémet, amit kombináltam egy íves horoggal, és erre pedig egy lágy hajszálat kötöttem, és erre egy 22 mm-es joda oldódó balanszot helyeztem fel. Meglátjuk majd, hogy milyen sikerrel járunk ezzel a szerelékkel. A mai napra szánt horgászidő lejárt. Egy igazi élménypecában volt részünk, rengeteg pontyot sikerült zsákmányolnunk. Szinte kapás-kapás követett a délelőtt folyamán. Délután egy picit alább hagyott a kapásszámuk. Ekkor nekiálltunk egy picit variálni, változtatni a stratégiánkon, amit sikerült is halra váltanunk. Remélem hasznosnak tartottátok a kis videómat. Amennyiben igen, kérlek iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!